Jó reggelt kívánok azoknak, akik most ébredtek, vagy a híradó után csatlakoztak hozzánk. Harangozó Tamás, szocialista országgyűlési képviselő a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok. De hát nem csak országgyűlési képviselő, hanem elnökjelölt is volt még néhány nappal ezelőttig, amikor meg nem választották Molnár Gyulát. És volt frakcióvezető helyettes és frakció igazgató is. Egyik sem lesz az új felálló frakcióvezetésben. A lapok ezt úgy kommentálják, hogy Harangozót félreállították. Ezt ön is így éli, meg lehet egyáltalán másképp? Hát nézd, az, hogy én hogy élem meg, az szerintem rám tartozik. Én azt láttam, és azt mondtam tennap a frakciülésen is, hogy tudomásul veszem, hogy a frakció nem számít az én munkámra a következő két évben a vezetésben. Bizonyára átgondolták, mert találtak a legjobb és legfelkészültebb embereket, és nagyon szurkolok nekik, hogy jól sikerüljön a munkájuk, és jól végezzék a munkájukat. Molnár Gyula azt is szokta mondani, itt is mondta tegnap, hogy senkinek nem akarják elengedni a kezét, és ezért mindenkinek a számára találtak fontos és méltó feladatokat. Ön például korrupció ellenes ügyvivő lesz. Bizony. Nem látom a lelkesedést. Ja, a lelkesedést azt még nem láthatja. Az igazság, hogy én ezt egy gesztusként értékelem az új elnöktől, amit idézett tőle annak részeként, ami szerintem teljesen tisztességes és korrekt megoldás az ő részéről, tekintve, ami tegnap a frakcióban történt, ahhoz képest meg pláne mindenképpen. Ennek a tartalma és az, hogy hogyan fog ez kinézni, pontosan milyen feltételekkel és hogyan lehet ezt a munkát profin végezni, máshogy nem vagyok hajlandó csinálni ezt a munkát, azt majd a következő hetek fogja eldönteni. Nyilvánvalóan itt az országos elnökség egyhangú döntéssel ezt a felkérést megtette. Ennek vannak pártjogi jogi részei is, tehát az országos elnökség állandó meghívottja vagyok, hogy ezekben a kérdésekben nekem lesz beleszólásom, már ehhez kapcsolódó ügyekben, rendészeti természetesen, ami eddig is a szakterületem volt, és ezen túlmenően ez az antikorrupciós kérdés, de az utóbbi, hogy pontosan hogy fog működni, ez azon múlik, hogy tartják-e a szavukat a kedves kollégáim, és hogy ennek a feltételeit meg tudjuk-e teremteni. Mert milyen feltételekre lenne? Hát nézze, azért ez nem az a kategória, ez a munka. Ha jól akarjuk csinálni, még egyszer mondom, én ezt máshogy nem vagyok hajlandó csinálni, mint semmi más az életemben. Amihez azért kell egy profi stáb. Hadházi Ákosnak úgy tudom, nem nagyon van komoly stábja, aki az LMP-ben végül is, ha úgy veszük, egy hasonló munkát végez. Ezt szerintem én tévesen tudja, de majd kérdezze meg tőle. Abba biztos lehet, hogy jól feldolgozott ilyen ügyeket. Maradjunk annyiba, hogy inkább külső háttér segítséggel végezte a dolgát. Ezeket a kérdéseket nem lehet bemondásra csinálni. Ez nagyon komoly utánajárás kell, nagyon komoly jogi munka kell a háttérbe. Hogy ezt most a párton belül csinálja valaki, vagy külső, akár civil segítséggel, az egy más kérdés. Mi egy párt vagyunk, elvileg a legnagyobb ellenzéki párt vagyunk, és én azt gondolom, hogy ezt akkor lehet jól csinálni, de ezt el is kezdtük a tárgyalásokat, és én teljesen optimistán közelítek a helyzethez, hogyha van egy olyan professzionális táb, aki ebbe segít, mert két dolgot biztos nem lehet csinálni, lukra futni, van rá igény ezekben a kérdésekben. Egyébként nézzük meg, azt hiszem talán Juhász urat sikerült legutóbb ezzel a szlovákiai cégszálas dologgal, mármint a miniszterelnök vejéhez kapcsolódó szlovák cégszálas dologgal úgy. Hát maradjunk annyiban, hogy félreinformálni, hogy azért az ott egy kicsit mellé ment. Tehát ilyeneket sem lehet megengedni, meg olyanokat sem, hogy mondjuk komoly ügyek érkeznek egy ellenzéki párthoz, és akkor azzal érdemben nem tud foglalkozni. Nem akarok hosszan erről beszélni, a lényeg az, hogy ennek vannak feltételei, ha profin akarjuk csinálni. Ez a következő heteknek az a kérdése lesz, hogy ezeket hogy tudjuk megtenni. Mire számít, hogy mennyire fog az MSZP most profin politizálni, hiszen az elnökválasztási kampányban ön arról beszélt, hogy teljesen új stratégia kell ahhoz, hogy 2018-ban nyerni lehessen. Az ön stratégiája nyilván nem az a stratégia lett volna, ami most megvalósul. Ez abból is látszik, hogy ön Botka Lászlónak szánt volna teljesen bevallottan komoly szerepet, miniszterelnök jelöltként is emlegette, ehhez képest most már választmányi elnök sem lesz. Akkor minden másképp történik az MSZP-ben, és teljesen háttérbe szorul az az irány és az a vonal, amit üdvösnek tartott volna? Hát ez az én stratégiám attól, hogy nem választottak, meg nem fog változni. Az történt, hogy én nem voltam hajlandó beállni egyetlen egy szekértáborba sem. Ahogy látom, ennek a következményeit látjuk, láttuk tegnap is, és ahhoz, hogy még egy darabig próbálják azt elérni, hogy lássuk.
De ettől függetlenül nem tudok önnek mást mondani. Én elmondtam azt, hogy mibe hiszek. Én elmondtam azt, hogy mit kéne tenni ennek a pártnak, hogyha fel akar nőni ahhoz a feladathoz, hogy 2018-ban valóban váltópárt legyen, és hogy változás lehessen ebbe az országba. Hogy nem 2022-re kell betlizni, és osztogatni egymás közt a helyeket a támogatók között, meg a barátok között, hanem valami egész más kéne csinálni. Úgy látom, hogy a párt más utat választott, és úgy látom, mintha egy picit, nekem úgy tűnik, mintha egy picit megijedtek volna azoktól a dolgoktól, amiket én elmondtam, már pedig én azt gondolom továbbra is, hogy ez igazság, aztán majd az élet el fogja dönteni, hogy kinek lett igaza, vagy kinek volt igaza az elmúlt időszakban. Kóta referendum ügyben mit gondol az MSZP hivatalos irányvonaláról? Ugye azt mondja a párt, hogy nem bojkottálja a népszavazást, de nem is vesz részt rajta. Ez micsoda? Én inkább onnan közelíteném meg, hogy ez a, tehát egy objektív állítás mindenféleképpen van, és ezt nagyon helyesen mondja a pártom is. Sőt, nem csak a pártom, mostanában már nem csak bal, hanem jobboldali értelmiségiek is világosan leírják és kimondják, hogy ennek a népszavazásnak az égvilágon semmi értelme nincsen. Igen, csak ugye van olyan párt az Együtt, amelyik azt mondja, hogy éppen ezért bojkottálni kell az egészet, van olyan párt a liberálisok, akik azt mondják, hogy bele kell állni és ellene kell szavazni annak, amit Orbán Viktor kér a választóktól ez ügyben. És akkor vannak önök, akik egy ilyen se így, se úgy válaszolálnak elő. Még egyszer mondom, semmi értelme nincs annak a népszavazásnak. Semmi értelme népszavazásba beleállni, az például szerintem ellenzéki pozícióban is egy egész érdekes álláspont, de hát mondjuk a liberálisok megtehetik. Akkor miért nem bojkott? Megtehetik, mert ők olyan helyzetben vannak, hogy bármit megtehetnek. Akkor az MSZP miért nem bojkottál? Mi a különbség a bojkott meg a nem szavazunk között? Még egyszer mondom, ennek a népszavazásnak azért, és akkor ezt befejezem a gondolatomat, azért nincsen semmi értelme, mert ha ne adj úristen érvényes és eredményes lenne, akkor sem tudja senki megmondani, mi történik. Jogilag mondom most. Tehát, hogyha azt mondja Magyarország és a magyar nép, hogy az ő megkérdezése nélkül nem lehet uniós döntést végrehajtani Magyarországon, mert egyszerűsítsük le ez a kérdés. Most mindegy, hogy mi konkrétan az ügy, de a kérdés az, hogy uniós döntést, ami az uniós szerződésünkben benne van a mechanizmusokkal mindennel együtt, azt nem lehet Magyarországon végrehajtani, akkor elvileg két dolog történhetne, alaptörvényt vagy alkotmányt kéne módosítanunk, vagy az uniós szerződést kéne módosítanunk. Most pont erre a kettőre népszavazás nem vonatkozhat. Tehát ezért egy külön gratuláció az Alkotmánybíróságnak, a Nemzeti Választási Bizottságnak és minden kedves jogász kollégának, aki ezt a kérdést átengedte. Vagy az igazságügyminiszternek, aki most mondta, hogy a teljesen alkotmányos a kérdés. Őt hadd ne soroljam még ide se. Ő egy pártpolitikus, az Alkotmánybíróság elvileg nem az, de most persze kinevetettem magamat a nézőkkel, de azért mégiscsak jobb lett volna, hogyha ebben komolyabban veszik a feladatukat. Na, a lényeg az, hogy innentől kezdve ennek a népszavazásnak valódi kérdése nincs. Politikailag viszont szólhat arról, sőt, arról fog szólni, ha akarják, ha nem. És ezért nagyon fontos, hogy a részvétel mellett buzdít-e valaki, vagy nem. Politikailag szólhat arról, hogy lehet egy olyan felhangja, hogyha itt nagyon sok ember el fog menni szavazni, akkor abból az következik, hogy Magyarország ki akar lépni az Európai Unióból, mert szembe kíván menni annak a szabályaival. És azt gondolom, hogy az angliai példa jól megmutatta, hogy lehet itt feltüzelni embereket, lehet itt demagógiával pillanatnyi eredményeket elérni, de biztos itt is rengeteget beszéltek róla, azért nagyon sok mindent elmondott az angol népszavazásról is, hogy a szavazás utáni napon talán a nézők is tudják, hogy a Google nevezetű internetes keresőbe az egyik előkelő első néhány helyre bekerült, hogy mi is az Európai Unió, kerestek rá az angolok, miután kiléptek belőle. És most mindenki nyalogatja a sebét, aki a kilépés mellett agitált politikus, az már le is mondott, a miniszterelnök már le is mondott, mondjuk nem mondom, hogy így is megérné, de azért így azért elgondolkoztathat sok magyar embert is ez a kérdés, már ha ez itt nálunk is megtörténne, de a lényeg az a viccet félretéve, hogy ebből a szempontból élt veszélyes a kérdés, és ezért mondják azt nagyon sokan, köztük mi is, hogy maga a részvétel is egy alapvető kérdés, mert ha itt sok millió ember a menekült ügyet, tehát elhisz, hogy ez a menekült ügyről szól,
és azért megy el szavazni, akkor másnap majd ő is keresi a Google-ba, hogy egyébként mit is csinált valójában. Ezt értem, azt még mindig nem értem, hogy akkor miért nem bojkottál az MSZP, de lépjünk is tovább, mert fogy az időnk, és a Hortobágyi tűzszerész tragédiáról mindenképpen kéne beszélni, ön ugyanis valószínűleg vagy tud, vagy sejt valamit, mert rengeteg kérdést tett fel ezzel kapcsolatban az országgyűlésben, amiből kiderülhetett többek között a sajtó már az ön kérdései alapján írta meg, hogy alvállalkozásban vett egyáltalán ott részt a Honvédség a bombahatástalanításában egy magáncég megbízásából? Hogy van ez? Kicsit előrébb vagyunk ebben, mert a kérdéseim alapján tegnap már valamelyik sajtóorgánum a minisztert személyesen megszembesítette ezekkel a kérdésekkel, és ő elismerte nyilvánosan, hogy valóban kvázi alvállalkozóként voltak ott a katonák. Az tény is való, hogy Magyarországon bombahatástalanítást azért bárki nem végezhet, vannak rendőrségi tűzszerészek, vannak honvédségi tűzszerészek, tehát ez az ő feladatuk. De itt nem ez a kérdés, és nyilvánvalóan, bocsánat, hogy nem ezzel kezdtem, ha már itt vagyunk, és itt is megragadom az alkalmat, hogy a tragédiában elhunytak családtagjainak nagyon-nagyon őszintén a saját pártom nevében is a részvétemet nyilvánítsam, és nagyon, nagyon örülünk neki, hogy van egy túlélő, és nagyon szurkolunk neki, hogy ő nagyon gyorsan és teljesen fel tudjon épülni. De én szeretném ezt a részét, magát a balesetet leválasztani erről a kérdésről, amiről most fogok beszélni. Ebben van egy vizsgálat, ez 30 napig fog tartani a miniszter szerint, és ahogy mondtuk és ígéretet is kaptunk rá, elvárjuk, hogy annak eredményeit a Honvédelmi és Nemzeti Bizottság előtt a miniszter nyilvános ülésen jelentse be. Ettől függetlenül a másik kérdés, hogy hogy keveredtünk egyáltalán ide? És már megint úgy tűnik, de egyelőre csak kérdezünk, hogy ez a kis magyar színes történet lesz. Tehát, hogy volt egy uniós pályázat, amit egy magáncég megnyert, ennek a területnek a bombamentesítésére. Majd jó sok pénzért, tehát milliárdos nagyságrendű pénzért. Majd úgy tűnik, hogy a feladatuk mindössze annyi volt, hogy végigmentek a területen és megkeresgették, hogy hol van ilyen bomba, majd kijött a Magyar Honvédség és az érdemi munkát, az életveszélyt is okozó érdemi munkát elvégezte. Mi azt szeretnénk látni, hogy ennek van-e nyoma. Ha egy olyan kormány van Magyarországon, aki mindent államosít, minden közszolgáltatást, főleg a rendészet ügyében biztonsága, magyar emberek biztonsága az első, akkor azért arra kíváncsi lennék, hogy akkor ezt a feladatot miért nem a Magyar Honvédelmi Minisztérium saját cége végezte. Tehát miért kellett kiszervezni és valakinek több milliárd forintot juttatni egy olyan munkára, aminek egyébként a végén így is úgy is a Honvédség fog kimenni. És aminek egyelőre nincsen. Az érdemi részét megcsinálni, szeretnénk tudni, hogy kapott-e pénzt a Honvédség ezért, vagy kvázi szívességből úgymond törvényi felhatalmazás alapján ennek a magáncégnek ezt elvégezte. Szeretnénk tudni, hogy azok az emberek, személy szerint azok a tűzszerészek, akik konkrétan az érdemi munkát elvégezték, azok kaptak-e plusz juttatást ezért, vagy azt játsszuk, hogy valaki hozzaviszi a 2 milliárdot, a mi katonáink pedig a egyszerű kis tisztelet, vagy díjuk, illetve hát fizetésükért az életveszélyes részét elvégezték a munkának, és szeretnénk látni, hogy az elmúlt években hogyan zajlott, mert olyan információink is vannak, hogy pont azért, mert a Honvédség egy idő után úgy látta, és lehet, hogy ez a miniszterváltás után volt, én nem tudom, idő után úgy látta, hogy azért ez még sincs így rendben. A mi információink szerint hosszú napokra, illetve több mint egy évre ez a munka leállt, pont azért, mert a Honvédség azt mondta, hogy na hát azért elnézést kérek, de ez így nem normális, hogy van egy cég ezt a munkát jó pénzért csinálja, mi meg egyébként a munkának az érdemi részét elvégezzük. Ezek az információink vannak, ezek nyilvános helyen is megjelent információk, most az a fázis van, hogy írásbeli kérdésben 14 napon belül a miniszternek érdemi választ kell adnia, utána fogjuk tudni megmondani, hogy hol tartunk. Köszönöm szépen, a lehetőséget.